Ferenc pápa ázsiai és óceániai útjának első állomása. Vallásközi találkozó Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb mecsetében. A dél-koreai egyház helyzete. Itt a római riportokban. Ferenc pápa az esti órákban hagyta el Rómát, és mintegy 13 órával később érkezett meg a dzsakartai repülőtérre, hogy ezzel megkezdje 45. nemzetközi útját. Helyi hatóságok képviselői, a nuncius Piero Pioppo érsek és Dzsakarta érseke Ignácio Suhario bíboros Indonézia történetének harmadik bíborosa fogadta. Ezután a pápa egyenesen a nunciatúrára ment. A pápa a repülőúton a hagyományoknak megfelelően köszöntötte a fedélzeten tartózkodó 80 újságírót. Látogatását történelmi jelentőségűnek minősítette pápasága szempontjából, mivel még soha nem tett ilyen hosszú utat. Ferenc pápa közelmúltbeli útjaitól eltérően nem ülve köszöntötte a sajtó képviselőit, hanem a repülőgép folyosóján végig sétálva beszélgetett velük. A pápa néhány megható pillanatról is beszámolt, például, hogy személyes levelet kapott a spanyolországi Toledóban meggyilkolt 11 éves kisfiú Mateo Gomez családjától, és egy a fiú nevével ellátott pólót, amelyet a pápa aláírt. Kapott egy olyan fáklyát is, amelyet a migránsok segélykéréshez használnak a földközi tengeren. Hosszú volt az út, de a pápa már régóta készült erre. A Fülöp-szigeteken és Sri Lankán 2015-ben járt, Tajföldön és Japánban pedig 2019-ben. A pápa a világ legnagyobb muzulmán lakosú országában elítélte a vallási szélsőségességet. Ez volt az első üzenete Indonéziában, amikor az egyik elnöki palotában protokolláris találkozón vett részt a helyi hatóságokkal. Vi sono casi in cui la fede in Dio viene continuamente posta al primo piano, ma spesso per essere purtroppo manipolata e per servire non a costruire pace, comunione, dialogo, rispetto, collaborazione, fraternità il paese, ma per fomentare divisioni e odio. A több mint 280 millió lakosú Indonézia a világ egyik legnépesebb országa. A pápa ott is elítélte a születésszabályozás támogató politikát és kultúrát. Con una legge di morte, cioè limitare le nascite, limitare la ricchezza più grande che ha un paese che sono le nascite. Il vostro paese invece a famiglie di 3, 4, 5 figli che vanno avanti. E questo si fa vedere nel livello di età del paese. Continuate così, è un esempio per tutti i paesi. Che forse, questo fa ridere, forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo non va. È vero? Ferenc pápát az októberben hivatalából távozó indonéz elnök fogadta, aki beszéde során sajnálatát fejezte ki a világméretű konfliktusok miatt, és külön említést tett Gázáról, elítélve a több mint 40 ezer ember életét követelő konfliktust. Indonézia az 1990-es években végrehajtott demokratikus reformot követően a gazdasági növekedés szempontjából nagy potenciállal rendelkező országgá vált. Az egyik legfontosabb kereskedelmi partnere Kína. Ferenc pápa az indonéziai Dzsakarta székesegyházában püspökökkel, papokkal és hívekkel beszélgetett, és szemmel láthatólag nagyon energikus volt. Egy katekéta feltett egy kérdést a pápának, akit ő maga mellé hívott, hogy méltassa munkáját. La fede si trasmette a casa. La fede si trasmette in dialetto. E le catechiste, insieme alle mamme e le nonne, portano avanti questa fede.
A pápa tovább improvizált, fordítóját is meglepve. Cosa ti ha fatto ridere? A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy együttérzéssel kell élni. Vuol dire anche abbracciarne i sogni e desideri di riscatto e di giustizia, prendersene cura, farsene promotori e cooperatori, coinvolgendo anche altri, allargando la rete e il confine in un grande dinamismo espansivo di carità. E questo non vuol dire essere comunista, questo vuol dire carità, vuol dire amore. Az indonéz katolikus közösséggel való találkozón Ferenc pápa nem mutatta az utazás okozta fáradtság jeleit. Pregati a favore, no contro. A pápa a világ legnépesebb muszlim országába tett útjának egyik kulcsfontosságú eseménye, Indonézia legnagyobb mecsetében tett látogatása volt. Ferenc pápát az Istiklal mecset nagy imámja fogadta. Közösen felkeresték a mecsetet a szomszédos Nagyboldogasszony székesegyházzal összekötő barátság alagútjának bejáratát. Az emberek lelkesen várakoztak, hogy üdvözöljék a pápát. Elérkezett a várva várt esemény, a találkozó különböző vallások vezetőivel. Che nessuno ceda al fascino dell'integralismo e della violenza, che tutti siano invece affascinati dal sogno di una società e di un'umanità libera, fraterna e pacifica. A vallási fanatizmussal szembeni egységre szólító üzeneten felül a vezetők arra is kérték, hogy közös erőfeszítéssel tegyünk a környezetünkért, és küzdjünk az éghajlatváltozás ellen. Ferenc pápa és Jakarta nagy imámja az egész látogatás során teljes összhangban voltak egymással. Találkozójukat a kölcsönös barátság és megértés jellemezte. Az elmúlt néhány évben mindenekelőtt az ISIS-hez hasonló csoportok üzeneteinek ellensúlyozására a pápa és a muszlim vezetők a béke, a párbeszéd és a testvériség gesztusaira bátorítottak. Ezeknek a kezdeményezéseknek a gyümölcse az a dokumentum, amelyet 2019-ben Abu Dhabiban Ferenc pápa és a kairói Al-Azhar mecset nagy imámja írt alá. Ennek a Jakartában aláírt dokumentumnak szimbolikusan ugyanaz a szándéka. A vallások közötti párbeszéd elősegítése ott, ahol a világon a legtöbb muszlim él. Egy pápai út nem lenne teljes a rászorulókkal való találkozás nélkül. Ferenc pápa Indonéziában az ország püspöki konferenciájának székhelyére ment, hogy találkozzon azokkal, akik a katolikus egyház karitatív szervezeteitől kapnak segítséget. Holy Father, your compassion toward us always give us hope, and your presence here ensure we are never left behind. Ferenc pápa több időt töltött a betegek köszöntésével, mint beszéddel, és figyelmességgel láthatóan meghatotta az embereket. Ilyen és hasonló képek jellemezték az egész utazást, annak ellenére, hogy a keresztények az összlakosságnak csak a 3%-át teszik ki. Az indonéz nép tárt karokkal fogadta a pápát. Indonéziában mindössze 8 millió ember katolikus. Közülük sokan eljöttek, hogy lássák a pápát az országukban tartott utolsó rendezvényén. Így, mintegy 80 ezer ember gyűlt össze ebben a stadionban, hogy üdvözölje a harmadik egyházfőt, aki valaha az országba látogatott. Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Különleges pillanat volt, amikor ez a fiatalember Braille olvasással olvasta fel az első olvasmányt. Orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu.
Ferenc pápa homíliáját minden indonéziai lakosnak címezte, mondván, hogy az a fontos, hogy alázatosak legyünk, és bátran nézzünk szembe a kudarcokkal. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere il sorriso, per favore. A Szentmise egybeesett kalkuttai Szent Teréz anya ünnepével, akire Ferenc pápa ezekkel a szavakkal emlékezett. Santa Teresa di Calcutta, della quale oggi celebriamo la memoria e che instancabilmente si è presa cura dei più poveri e si è fatta promotrice di pace e di dialogo, diceva: quando non abbiamo nulla da dare, diamogli quel nulla. E ricorda, anche se non dovessi raccogliere niente, non stancarti mai di seminare. Fratello e sorella, non stancarti mai di seminare, perché quello è vita. A szűzanya előtt imádkozva ért véget Ferenc pápa utolsó találkozója Indonéziában. Az ázsiai és óceániai körútja következő állomása Pápua Új-Guinea. Az atlantai érsekség püspökei imára és cselekvésre szólítanak fel a szeptember 4-én a georgiai Appalachi középiskolában történt lövöldözést követően. Egy 14 éves fiú 4 ember életét oltotta ki, 2 14 éves diákét és 2 tanárét. Az incidensben 9 másik tanuló is megsérült. A püspökök nyilatkozatot adtak ki. Nem nézhetjük tétlenül, és nem is fogjuk tűrni, hogy a fegyveres erőszak által évente több tízezer kioltott emberi élet egyszerűen az élet része legyen az Egyesült Államokban. Nem fogadhatjuk el a politikai vezetők kifogásait sem, miszerint nincs mit tenni. Ha nem teszünk semmit, azzal bűnrészessé válunk az erőszakban. A nyilatkozat a továbbiakban sürgeti a politikusokat, hogy lőfegyverek ne kerülhessenek erőszakos szándékú személyek kezébe. A dél-koreai katolikus egyház az elmúlt 50 évben exponenciális növekedést mutatott. A 60-as években mintegy 500 000 katolikus élt az országban. Mára közel 6 millióra emelkedett a számuk. Dél-Koreában ugyanakkor a lakosság több mint fele nem tartozik semmilyen valláshoz a koreai püspöki konferencia adatai szerint. De a katolicizmus egyre növekszik. December elején 16 papot és 45 diakónuszt szenteltek fel. Hamarosan pedig az ország ad otthont a katolikus egyház egyik legnagyobb eseményének. En la próxima jornada mundial de la juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. Ferenc pápa 2014-ben látogatott el az országba. Ez volt az első hivatalos útja Ázsiába. Ott találkozott a katolikus közösséggel, és saját szemével láthatta, hogy Dél-Korea a globális egyház egyik pillérévé válik. 2023-ban felmérést végeztek a koreai egyházról. Az eredményekből kiderült, hogy az emberek több mint 21%-a bizalmat érez a katolicizmus iránt. A katolikus egyház az iskolákon, egyetemeken, kórházakon és ingyen konyhákon keresztül folytat szociális tevékenységet. A dél-koreaiak szerint a katolicizmus az a vallás, amely a legtöbbet teszi a társadalomért. Dél-Koreában a legalacsonyabb a születések száma, de sokan keresztelkednek. 2022-ben a felnőtt keresztelések közel 10%-kal nőttek az előző évhez képest.
A jubileum során két napot szentelnek a katolikus influencereknek 2025. július 28-án és 29-én. A lisszaboni világtalálkozón megismerkedett influencerek számára ez egy új lehetőség lesz arra, hogy folytassák a digitális misszionárius alakjának népszerűsítését. García atya 250 ezer követővel rendelkezik az Instagramon. A lisszaboni útja előtt ezt mondta a közösségi médiában való jelenlét fontosságáról. Sok fiatal számára ez azért fontos, mert a legtöbben távolról kapcsolódnak az ifjúsági világtalálkozóhoz. Így a mi szemünkön keresztül lesz élményük a jelenlévő, élőhitű fiatalokról, akik itt találkozhatnak a pápával és sok emberrel. Ez nagy felelősség. Ugyanakkor nagyon bízom benne, hogy sokat fogok tanulni. A Vatikán továbbra is tanulmányozza, hogyan lehet a digitális eszközöket kiaknázni az evangelizáció számára, különösen a fiatalabb generációk elérése érdekében. Ferenc pápa egy nővért választott ki, hogy a szinódus előkészítése során ezen a területen dolgozzon. Szamaritánusnak lenni annyit tesz, mint meghallgatni, gyógyítani a sebeket. Mint azok az emberek, akik naponta írnak nekünk a közösségi médiában, hogy elmondják életüket, problémáikat, imát kérnek tőlünk, könyvajánlókat, pap ajánlását, akivel beszélgethetnek. Ferenc pápa 2016-ban youtuberekkel találkozott. Száztíz évvel ezelőtt, augusztus 20-án halt meg tizedik Pius, akit a történelem egyik legnagyobb reformpápájaként tartanak számon. 11 éves pápasága alatt megreformálta a közös eukarisztikus gyakorlatot. Az 1905-ös rendelete előtt a katolikusok évente háromszor vagy négyszer járulhattak szentáldozáshoz. Ő azonban a gyakoribb, sőt a napi áldozást szorgalmazta. Tizedik Pius pápa az első szentáldozás életkori határát is csökkentette 12-14 évről 7 évre. 1908-ban megírta a Sapienti Concilio című konstitúcióját, amely átalakította a római kúriát. A különböző kongregációk számát 15-ről 11-re csökkentette. Tizedik Pius pontifikátusa tele volt reformokkal, és a világiak kateketizálásának szentelte tevékenységét. Az első világháború kitörésekor 1914-ben halt meg. Alig 40 évvel később 12. Pius pápa avatta szenté a Szent Péter téren. Ünnepe augusztus 21-én van. Ez a dokumentum bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Vatikán már az 1950-es években tudott a Krisztus légiója alapítója Marcial Massel pszichiátriai problémáiról. Ha Massé jelentkezik a Szent Kongregációnál, alulírott elrendeli, hogy orvosi segítséget kapjon és hagyjon fel minden kapcsolattartással a tanítványaival, szerzetesekkel, amíg a Szent Kongregáció másként nem rendelkezik. Ha nem jelenik meg két napon belül, a legjobb lesz, ha Massé-lel közölnek egy kényszerítő parancsot, vagy elmegy gyógykezelésre, vagy felfüggesztést kap. Minden jel arra utal, hogy 12. Pius pápa drasztikus intézkedéseket akart hozni, és Massélt laicizálni akarta. De ez nem történt meg, mivel a pápa meghalt, és voltak magasrangú vatikáni tisztviselők, akik fedezték Massélt. Ez egybecseng azzal, amit a volt vatikáni levéltáros Sergio Pagano püspök mondott néhány hónappal ezelőtt egy könyvbemutató során. Nem mondhatom ki a nevét, de idővel meglátjátok, hogy ki fog derülni. Egy bizonyos vallási mozgalom alapítója, akiről nagyon sokat beszéltek, és aki elég ismert lett. Egyszer csak egy nuncius valami dél-amerikai országban elkezdi mondani a pápának, ezt néznek. Ezeket pletykálják az alapítóról. Arról is beszélnek, hogy alkohol és drogok keringenek a barátai körében. 12. Pius már azon volt, hogy laicizálja az illetőt. Sajnos ez pontifikátusa végén történt. Egy bíboros megvárta a pápa halálát, és megfordított mindent. A pápa halála után ezt az alapítót egészen addig védték, amíg évekkel ezelőtt kitört a botrány.
A nyugalmazott levéltáros és egy olasz újság beszámolója szerint a Vatikánban egyesek évtizedeken át fedezték a vitatott alapítót. Következő adásunkban Ferenc pápa ázsiai és óceániai látogatásának további eseményei, itt a Római Riportokban.